tartozott már szaunába? Nem, most fog. Ablakok beszartak, légkondi szintén. Jöjjön már be, mielőtt megfagyok. Ma van a nyár legmelegebb napja. Persze az ember meg van fázva, a pokolban is rázza a hideg. Ez esetben csak nem beteg. Nem kell aggódni, jöjjön már! Értettem. Sajtás csak viccel. Fél óráig szarakodott vele, nem tudta megcsinálni. Mi volt maga civilben? Nem autószerelő? Esztergályos. Az se rossz. Kis motor és gépgyár, ötös számú üzem. Az ikarusoknak csináltuk a fékkamrát meg szelepeket. A bözsidek? Faros ikarus, mi csak így neveztük. Légkondit nem szeret? Ha értenék hozzá, se tudnám. Húzza meg. Nem, szolgálatban soha, köszönöm. Ne kéresse magát, húzza meg. Nem sokáig leszünk már szolgálatban. Hova megyünk? Emlékszik? Mit mondtam magának az újratemetéskor? Nem emlékszik? Még ott a hősök tere? Azt mondta, szarban vagyunk, nagy szarban, és hogy résen kell lennünk, mert bármi megtörténhet. Én már 88-ban tudtam, hogy baj van, amikor a párt az építők székházában ülésezett. Két öreg ember botorkált lefelé a lépcsőn. Azt hittem, elsírom magam. Kádereftes meg a felesége. Mária asszony kezébe bot, férjébe kapaszkodik. Kádereftes, hogy a szabad kezével cipeli az asszony retikőjét. Érti? A Magyar Népköztársaság első embere, a párt első titkára, államférfi. Egy női retikülle. Érti? Kádereftes mindig előzékeny, udvarias ember volt. Lófaszt. Akkor kezdett süllyedni a hajó, amit felépítettünk. Mert mi építettük fel, mi raktuk össze ezt a kurva országot. A semmiből. Mi? A hős magyar nép. És akkor mit kapunk a fejünkhöz? Ott, a hősök terén. Ha semmi emberek vagyunk, posvány jelleműek. Hazát pusztító árulók. A pártot, a népet szolgáltuk. Ezt. Hallgattam a Kossuthot. Mit? Átvágták a vasfüggönyt. Az osztrák határon. Hor meg a mok. Nem informálódik maga? Este meghallgatom a híradót. A két külügyminiszter, hivatalosan. Érti? Lesz helyette másik. Egyfelét. Vasfüggöny átvágva, oszlopok kidöntve. Ez van. Tudja, mit jelent ez? Még több operatív munkát. Én már a múlt héten megkaptam a C-verziós evakuálási parancsot. Megyek nyugdíjba, de mint a villám. Aztán, amíg elül a balhé, utazgatok egy kicsit a világba. Lehet, hogy lerucanok Dél-Amerikába. Imádom az ananászt. Én Dél-Egyházára szoktam. Persze nem a nudista strandra. Amikor visszajöttem, a cég biztosít valami csinos kis házat Budán, és ígértek állást is egy banknál vagy külképviseleten. Új szelek fognak erre fújdogálni. Egészen új szelek. És nekünk föl kell ismerni a változást. Sőt, nekünk magunknak is változnunk kell. Metamorfózis. Ez az új jelszó. Katlanország. Ahogy mondja, ez az SFF-es. Katlan. Ez se lesz, látja? Elvtársnő, meg elvtárs. Mi lesz helyette? A fene tudja. Hölgyeim, meg uraim, majd meglátjuk. Kérdezhetek valamit, ezredes társ. Csak bátran. Mi az a metamorfózis? Rododendron. Ki a
adott magának. Ilyen hülye fedőnevet, Rododendron. Nem nagyon volt választás. Meg a többi elme van. Holdviola, gyöngyvirág, gyöngyvesz, juhar, articsók, ki lehetett az a díszvesz a 3x3-as csoportfődökségek, aki ezeket kitalálja. Biztos szerette a virágokat. Rossz ember nem lehet. A gyerekkorában a fejére esett a kis növény határozóra. Az is lehet. Rododendron új személyazonosságot kap. Még az is lehet. Új személyazonosságot? Új név, új adatok, új élet. Új élet. És a régivel mi lesz? Felesége, gyereke nincs, szülei meghaltak, családja kitagadta. De hát... Mit, kit veszíthet? Csak legfeljebb azokat, akiket agyon vert. Az véletlen volt. Adjam már mindezt mondjuk. Véletlen volt! Na, nyugalom, fiam. Nyugalom. Megmentette az életemet. Annyival tartozom magának, hogy a jövőről gondoskodjak. Senki nem kérte rá. Ne? És most? Most maga mentene engem? Mégis mivel? Hogy elvesz tőlem mindent? A múltamat, a személyiségemet, az életemet? Hát nem herélt már ki épp eléggé bennünket ez a rendszer? Nem gyártott épp elég árulót, képmutató posvány jellemet? Magukra semmi nem elég, ezredes elvtárs! Egy új személyazonosság! Milyen kurva tragikus ezen? Mi lesz az új nevem? Megint valami idióta virágnév? Na végre. Reméltem, hogy eljutunk idáig. Itt van ebben minden információ. Mi ez? Szórakozik velem? Most szórakozik velem? A könyvi kivonat, személy és a többi. Hivatalos, érvényes dokumentumok, a cég állította őket ki. Hivatalos, érvényes, hát leszarom! Maga szerint ez kicsoda? Kinek a neve van ide írva? Kié? Nem hiszem el. Nem hiszem el. Hát ezek idióták. Támadni a Magyar Népköztársaság elhárító tisztjét! Csúnya dolog ez, pártos. Csúnya. Emberek vagyunk.
Adminisztrációs hiba történt. Emberek. Mit kérheti magát? Nem mindegy az magának, hogy ebben az új életében Faragónak, Rododendronnak vagy Bárdosnak hívják? Nem számít. Na, ugye? Amíg nem annak a nevét kapjuk meg, akit agyon vertünk. Ne túlozzon. Nem halt meg, csak nyomorít lett. És most hova tartunk? A faluba. Ahol maga Bárdos Imre élni fog. Bárdos. Szép kis parasztház várja, tornácos. Nem szereti a tornácot? Keresünk olyat, aminek nincsen tornáca. Falus élettel van gondja? Fél, hogy nem lesz munkája? Esztergálat megint elintézze. Mindegy. Akkor meg mi baja? Én meg azon szarakodok, hogy maga valahogy megúszta a múltját, hogy a hűségét, az elkötelezettségét, a szolgálatait valahogy méltányoljon maga meg, hozzám vágja a saját pálinkámat. Én csak annyit vártam volna, hogy köszönöm, faszfej. Köszönöm. Faszfej. Beértem volna a köszönömmel is. Egyszer megint eljön a mi időnk, hogy felépítsünk egy új Magyarországot. Szebbet, jobbat, olyat, amilyet mi akarunk. Egy úton kell tartanunk, össze kell fognunk, maga okos, intelligens, hűséges. Ilyen emberekre mindig szükség van. Akar velünk tartani ezen az úton? Mert én számítok magára. Utolsó. És az ellentesztendő egy legnagyobb sikere. Kimaradtam a szerelemből. Milyen igaz? Még egyet. Nem volt még elég. Bárdos! Bárdos Imre! Gurulj szépen haza! Melyik?
Mit gondolsz? Az Úristen lát? Egyáltalán vagy minket? Minket? Ha lehunyod a szemed, biztosan. És most? Várunk. Miért? Jobbat nem tehetünk. Mire? Mit mire? Mire várunk? Hogy eljöjjön. Mégis mi? A metamorfózis.